mindenkit. Én Kappel Attila vagyok, az Antal József Tudás Központ munkatársa, és ez itt a külés-biztonságpolitika első kézből előadás sorozatnak az első előadása ebben a fél évben. Ez olyan szempontból rendhagyó, hogy ezúttal társszervezésben a Stratégiai és Védelmi Kutatóközponttal került megrendezésre ez az előadás. És az idei, vagy az idei fél évnek az első témája, ez főleg a közelmúltban megvalósult NATO szemét, és ennek fényében egy amolyan biztonságpolitikai körkép. Engedjék meg, hogy bemutassam a mai kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Elsőként Kis Pétert akkor balról jobbra haladva a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai főosztályáról. Dr. Tálas Pétert, a Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont igazgatóját, és Csiki Tamást, aki a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatóját. Én nem is szeretném akkor húzni a szót tovább, hiszen nem rám kíváncsi a hallgatóság, úgyhogy akkor át is adnám a szót első körben akkor Kis Pétert. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani az Antal József Tudás Központnak és a Stratégiai és Védelmi Kutatóközpontnak, hogy ezt a rendezvényt megszervezték. Nekem mindig nagyon jó érzés visszajönni a Corvinuszon, és így diplomáztam, úgyhogy külön öröm, hogy sok Corvinuszos hallgatót is köszöntetek a hallgatóságban. Az a megtisztelő feladatért, hogy megpróbáljam röviden többen összefoglalni azt, hogy mit történtek Belgben szeptember 4-én és 5-én, tehát az elmúlt NATO csúcson. Ez nem lesz egyszerű, de igyekszem gyorsan és hatékonyan elmondani a dolgokat. Engedjék meg, hogy mielőtt konkrétan a csúcs értékeléséről beszélnék, egy kis kontextus is adjak annak, hogy milyen légkörben alakult ki ez a NATO csúcs. Ugye, azt tudjuk, hogy korábban azért elég alacsonyak voltak a NATO csúcs találkozóval kapcsolatos elvárásaink. Gyakorlatilag ez jól mutatja, hogy finoman szóval sem korongtak a tagállamok a NATO csúcs találkozó megszervezéséért, és eléggé nagy kő esett le sok ország szívére, amikor ugye bejelentették, hogy Nagy-Britannia vállalja a csúcs megtartását. Sokáig úgy tűnt, hogy egyetlen egy hangsúlyos téma lesz Afganisztán, és ugye az ISAF missziónak a lezárása, ami viszont nem egyértelműen sikertörténet. Jelenleg is a politikai instabilitás van Afganisztánban. Az ISAF misszió utáni következő misszió, az úgynevezett Resolute Support misszió jogi keretei is tisztázatlanok, ugye emiatt is a tagállamok óckodtak a NATO csúcs találkozótól. Emellett azért nyilván nem mondok újat azzal, hogyha azt mondom, hogy a NATO tagállamai sem voltak éppen a legjobb helyzetben, a védelmi kiadások elég siralmas képet mutattak, és a NATO egyébként is egy ilyen keresési, identitáskeresési fázisában volt. Ez egyébként természetes, tehát minden nagyobb művelet után, vagy akár a hidegháború lezárása után is ugye természetesen a NATO-nak fel kell találnia magát a megváltozott környezetre. Na hát ebben a helyzetben jött tulajdonképpen az ukrán válság, ami alapvetően változtatta meg Kelet- és Közép-Európa biztonságát, komoly önreformra kényszerítette a NATO-t is. Rádöbbentünk arra, hogy az orosz ország katonai modernizációja, ami az elmúlt időszakban kezdődött és még mind a mai napig tart, illetve putyini akarat együtt egy veszélyes kombinációt ad. Ezt jól mutatja például az elmúlt időszaknak a nehézségeit, hogy még az elmúlt 5 évben a NATO tagállamok közel 30%-kal csökkentették a védelmi kiadásokat, amíg az Orosz Föderáció 50%-kal rendeltek. Tehát ez egy komoly képességbeli különbséget is eredményezett a két szervezet, illetve a szervezet és Oroszország között. Az ukrán válsággal beindult a NATO gépezete, a csúcs az megelőző fél évben nagyon komoly munka folyt mind Brüsszelben, mind a fővárosokban. Szeretném megköszönni a brüsszeli kollégáknak, hogy nem egyszer éjszakában nyúlóan dolgoztak a konszenzus kialakításán, vagy éppen a magyar érdekek védelmében. És hát így érkeztünk el gyakorlatilag a szeptemberi NATO csúcshoz, ami gyakorlatilag egyike volt azt gondolom, hogy a legfontosabb csúcsoknak a NATO történetében. Egyértelműen az ukrán válság volt az egyik fő domináns faktor ennek a találkozónak.
és az erre való válaszlépések. Ezeket úgynevezett készenléti akciótervben, Readiness Action Plan-ben foglalta össze a NATO. A Readiness Action Plan két részből áll, egyrészt a keleti tagállamok biztonságának megerősítéséről, tehát azoknak a tagállamoknak, akik valamilyen módon veszélyben érzik magukat Oroszországgal szemben, egyértelműen a Baltiaknak, a Lengyelországra, a Romániára gondolok, illetve gyakorlatilag az adaptáció, tehát a hosszú távú alkalmazkodáshoz szükséges intézkedéseket foglalt magával az új említett akcióterv. Ennek hatására azt azért el kell mondani, hogy továbbra sem mozdul jelentősen a NATO katonai infrastruktúrája a keleti tagállamok területére. Ez egy nagyon komoly vitapont volt az elmúlt 6 hónapban, hiszen a keleti tagállamok úgy érezték, hogy hiába csatlakoztak a NATO-hoz már évek óta, gyakorlatilag a területükön nem alakultak NATO bázisok, a jelentős NATO jelenlét még mindig a nyugat-európai, dél-európai államokban található. Ami viszont történt, az az, hogy elhatározta a NATO, hogy gyakorlatilag egy gyors, vagy azonnali reagálású katonai egységet fog összeállítani. Ez az egység rövid időn belül, 2-5 napon belül bármi térségben bevethető lenne. Ez egy összhaderőlemi kötelék, tehát szárazföldi, tengeri és légierőt is tartalmaz. Ennek nyilván az lenne a célja, hogyha valamelyik ország fenyeget fejezi magát, akkor gyakorlatilag 2-5 napon belül egy olyan haderőt tud a NATO területére telepíteni, amely már megfelelő elrettentő erőt biztosít, nyilván azért, hogy Oroszország ne érezhesse azt, hogy szabad a példa. Ez egy ilyen úgynevezett lánzserekként funkcionáló erő, tehát oda megy 2-5 napon belül, és hogyha a konfliktus tovább eszkalálódik, akkor természetesen a NATO reagáló erő beérkezésével ez az eleinte körülbelül 4000 fős létszám egészen 20-30 ezer főig emelhető. Ami még fontos az, hogy úgy döntött a NATO, hogy növeli a szövetség készenlétét és reagáló képességét. Ez alatt azt kell érteni, hogy a különböző alegységeknek, katonai részeknek milyen gyorsan tudnak reagálni egy adott válságra, vagy éppen azt, hogy a NATO belső döntéshozatali mechanizmusa, csak milyen módon lehet felgyorsítani. Nagyon fontos eredménye a csúcsnak, hogy amerikai részről gyakorlatilag megerősítették az európai szövetségesek biztonsága iránti elkötelezettségét. Ez ugye azért fontos, mert sokat hallunk a Kína felemelkedéséről, az amerikaiak Kína felé fordulásáról, ez minket európaiakat nem érintett volna, mint túl pozitívan. Ez továbbra is folytatódni fog, hiszen a gazdasági realitásokkal nem tudunk számítani, hogy a gazdasági erőközpont az ázsiai térségben húzódik, viszont azért továbbra is elég erős biztonsági garanciákat kapott Európa az amerikaiaktól. Nagyon fontos még azt elmondani, hogy Magyarország is úgy döntött, hogy hozzájárul ezekhez a megerősítő intézkedésekhez, hiszen gyakorlatilag, mint a NATO tagja, nekünk is ki kell vennünk a részünket a közös teherviselésből. Különböző felajánlásokat tett a miniszterelnök úr a találkozón, az egyik legfontosabb például a pápai katonai reptér fejlesztése. Erre egy egész komoly összeget, kb. 20 milliárd forintot szándékozik a kormány rászállni az elkövetkezendő időszakban. Ez azért fontos, mert egy jól működő katonai repülőtér egy adott válság esetén lehet az a pont, ahova ugye először megérkeznek ezek a megerősítő erők. Illetve azért is fontos, mert ugye, ha pántán fejlesztjük a repülőteret, ez nem csak katonai célokat szolgál, de gyakorlatilag a helyi infrastruktúra, illetve gazdasági fejlődést is elősegítheti, hiszen egy civil katonai felhasználású repülőtér kialakítása a cél. Fontos még elmondani, hogy mi döntöttünk, hogy egy számítanai alegységet fogunk küldeni a Baltikumba közös gyakorlatozásra. Ez is ugye a NATO biztonsági megerősítő intézkedések jegyében telik. Már most is jelentős csapat létszám van a balti tagállamokban, ezt nagyrészt amerikaiak adják, illetve lengyelek. Ehhez fogunk hozzájárulni egy lövészszázad kiküldésével. Ez egy történelmi dolog olyan szempontból, hogy korábban még soha nem települt magyar alegység a Baltikumba. Említettem ezt a gyorsreagálási köteléket, természetesen Magyarország is, mint a 28 tagállam egyike hozzá fog járulni ehhez az erőhöz, illetve ami még fontos, hogy a NATO úgynevezett esetőségi terveket készít a keleti határa lévő országokhoz, tehát Magyarország részére is. Ezek azokat a lépéseket foglalják magukba, hogy mit kellene tenni, hogyha a támadás érni esetleg ezt a
ezt a régiót, ilyen Magyarországról is készül, ez szintén jelentősen növeli hazának a biztonságát. Fontos téma volt a csúcson a védelmi költségvetések növelésének igénye. Említettem, hogy ebben van mit bepótolnunk. Ugye azt akarták elérni főleg az angol száz országok, hogy a GDP 2%-ára emeljék az európai országok a védelmi költségvetésüket, és mindezt 10 éven belül tegyék meg. Ezt sikerült azért némire tompítani, hiszen ez egy sok ország számára, köztük talán Magyarország számára is egy kicsit nem túl reális célkitűzés lenne. Ezért igazából az lett, hogy növeljük a költségvetésünket és törekszünk a 2% elérésére. Ez azért is nagyon fontos, hogy az európaiak növeljék a védelmi kiadásaikat, de ezt mondja Tamás elmondja, hogy az amerikai Egyesült Államokat való kényesúlyozottak viszont tudjunk kialakítani. Tehát gyakorlatilag, hogy az amerikaiak ne érezzék azt, hogy ők fizetnek Európa biztonságáért. Mi is jeleztük, hogy növelni fogjuk a védelmi költségvetésünket. Magyarország korábban már döntött arról, hogy 2016-tól a GDP 0,1%-ában növeli a védelmi kiadásait egészen 2022-ig. Mi úgy látjuk, hogy a megváltozott biztonsági környezetben ezt a növelést előre kellene hozni, hát akár 2015-től meg lehetne kezdeni, illetve az ambíciókat is növelni kellene ez ügyben. Természetesen ezt a kérdést ezt majd az országgyűlés fogja eldönteni a hamarosan kezdődő jövő évi költségvetési vitában. De azért szeretném idézni a miniszterelnök urat, aki egy olyan dolgot mondott, ami számunkra azért pozitívumnak jelent. Azt mondja, hogy a kérdés nem az, hogy növeljük a védelmi kiadásainkat, hanem hogy milyen gyorsasággal teszik ezt meg. De említettem, hogy Ukrajna különösen fontos volt a csúcson, gyakorlatilag a szövetség tagjai által Ukrajna szuverenitása és terület integritása mellett, bár ugye jelentették, hogy nem háborúban tervezik megoldani az ukrán válságot. Ukrajnának különböző segítségnyújtási formulákban egyeztetett meg a tagállamok, ilyenek például a pénzügyi alapok, úgynevezett trust fundok létrehozása. Egy ilyen trust fundban Magyarország is kb. 100 ezer eurónyi támogatást fog nyújtani. Illetve két oldalú, tehát bilaterális alapon is több tagállamban ajánlott a segítségét Ukrajna számára, mi például szakértőket kérjük ki ebbe az összekötőirodában, különböző ilyen aknakeresés és egyéb kiképzést fogunk nyújtani az ukrán kelet-ukrajnai régióban. Nyelvi képzéseket, angol tanfolyamot ajánlottunk fel az ukránoknak, illetve a sebesültek kezelését és rehabilitációját is felajánlottuk a Honvéd kórházban. Amint mondtam, ugye sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz téma, aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy túl sok téma lesz a csúcson, hiszen gyakorlatilag az ukrán válsággal párhuzamosan nyáron ugye megindult akkor még ugye ISIL vagy ISIS-nek nevezett iszlamista csoportok beáramlása Irakba, és hát amikor már Bagdadot veszélyeztették, akkor azt gondolom, hogy a világközvélemény is rádöbbent arra, hogy komoly probléma van, amivel foglalkozni kell. A találkozón emiatt a második legfontosabb téma az iszlám állam elleni közös fellépés volt. Itt gyakorlatilag szintén az angol szászok, tehát Obama elnök és Cameron voltak azok, akik azt jelentették be, hogy az ISIS ellen, hogy az iszlám állam ellenet egy koalíciót fognak létrehozni, amelyet folyamatosan növelni szándékoznak. Akkor több NATO tagállam is vállalta, hogy belépett a koalícióba, és azóta ugye Kerry amerikai külügyminiszter például közt, hogy gyakorlatilag közelkedett, hogy mindenki támogatást kölcsönhetnek a koalícióhoz. Ez Magyarország számára is nagyon fontos, hogy mi a helyzet Irakban. Ugye a kisebbségek üldöztetése, a keresztények üldöztetése az egy olyan terület, ami azt gondolom, hogy minket is érint, illetve gyakorlatilag a terrorizmus előretörése, az úgynevezett ilyen safe haven-ök, mint ugye a régen Afganisztán a táliboknak. Most egy ilyen kialakulása is fennáll, ezért Magyarország is úgy döntött, hogy csatlakozik ehhez a koalícióhoz, illetve gyakorlatilag felajánlja a segítségét az iszlamisták ellen küzdő iraki kormánynak és kifejezetten például a kurdisztáni régiónak. Itt nem csak humanitárius gyors segélyt ajánlott fel a magyar kormány, hanem katonai módon is segítséget nyújt, lőszerszállítmányt jelentett be, amelyet a kurdpesmergő erőknek szándékozunk juttatni, hiszen ők is ugyanazt a keleti haditechnikát használják, amit még a magyar honvédség is.
Képességfejlesztés terén is történtek előrelépések. Gyakorlatilag Magyarország megállapodott mind Németországgal, mind Olaszországgal, hogy szorosan fűzi a közös képességfejlesztési együttműködéseket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a bizonyos jól körülhatárolt területeken fogunk együttműködni Németországgal és Olaszországgal. Ez az úgynevezett keretnemzeti koncepció, nagyon hasonlít a régi okosvédelem vagy smart defense koncepcióhoz, amikor is ugye több államnak kellett volna összejönnie, hogy közösen hozza létre egy-egy képességet, ám sokszor a pénzügyi korlát ezt nem engedték. A keretnemzeti koncepció van más, hogy itt azért az ambíció szint alacsony, először egy ilyen doktrinális kiképzési jellegű működésben gondolkodnak az országok, és hogyha azt látják, hogy ez működik az évek során, és mindenki beleteszi a maga vállalást, akkor lehet esetleg elmozogunk egy közös képességfejlesztés, vagy akár később egy közös műveleti szerepvállalás irányába. Még egy pár szót szeretnék szólni arról, hogy ugye a csúcsokon mindig téma a bővítés. Itt Magyarország nagyon szerette volna azt, hogy Montenegró NATO tagságot kapjon, de érezhető volt a többi tagállam részéről, hogy ők még nem érzik Montenegrót felkészültnek, úgyhogy velük intenzív tárgyalások kezdődnek, amely esetleg a jövő évben akár tagsági felajánlást is eredményezhet, illetve gyakorlatilag Grúzia irányába egy szorosabb együttműködést lehetővé tenni, úgynevezett ilyen együttműködési csomagot írtak talán a tagállamok és Grúzia. És ugye a legelején, a beszélgetés legelején említettem Afganisztánt, ugye hát valahol a sorok között azért Afganisztánra is került téma, ugye gyakorlatilag a NATO bejelentette, hogy bár még a jogi keretek tisztázatlanok, hiszen nincs Afganisztánnak jelenleg legitim elnöke, legalábbis a két fő esélyes nem fogadja el egy fél sem a másik győzelmét, ezért nem tudtuk megkötni azokat a megfelelő jogi dokumentumokat, amelyek lehetővé tennék a NATO vagy a NATO csapatok Afganisztánba való állomásosztatását. Ennek ellenére azért van egy óvatos tervezés, körülbelül 12 ezer fős támogató misszió tervez a NATO. Magyarország ebbe közel 100 fővel szándékozik részt venni. Itt szeretnénk kiemelni, hogy ezek azért különösen képzett kiképzők, illetve gyakorlatilag mentorok, akik pontosan azért lesznek ott, hogy az afgán haderő képességeit, illetve az afgán haderő tagjainak az egyéni tudását növeljék. Illetve arról is döntés született, hogy továbbra is támogatni fogjuk az afgán haderőt anyagilag is. Magyarország 2015 és 2017 között köthetett 3 évig évi 500 ezer dollárra fog hozzájárulni ehhez. Összességében tehát elég sok minden történt, legfőbb téma természetesen Ukrajna és az iraki, szíriai helyzet volt. Mind magyar, mind szövetségesi szempontból nagyon sikeres volt a NATO csúcs találkozó. Gyakorlatilag, ugye, amit mondtam, az Egyesült Államok megerősítette európai vállalásait és elköteleződését Európa biztonsága mellett. Ezek a döntések, tehát mind a gyorsreagálású erők, a tervek, a hozzájárulások, a biztonsági megerősítő intézkedésekben gyakorlatilag növelik Közép-Európa és Magyarország biztonságát. A koalíció, a szállítmányok megalapozzák a nemzetközi összefogást az iszlám állam ellen, illetve azért gyakorlatilag a csúcson a NATO ugye lezárta az egyik leghosszabb, hanem is a leghosszabb harcoló misszióját, az ISAF-et, és már ugye azon gondolunk, hogy akkor a jövő évtől milyen formában leszünk jelen Afganisztánban. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, nagyon sok munka volt a csúccsal, de én úgy érzem, hogy egy sikeres találkozón vagyunk túl, a magyar érdekeket is megfelelően tudtuk itt képviselni, és azt gondolom, hogy a felajánlásokkal és az ország öregített a gyermekkel. Köszönjük szépen! Mint elhangzott korábban, Csiki Tamás vagyok, a Stratégiai Védelemkutató Központ elemzője, és Péter nagyszerű összefoglaló után én egy részt ragadnék ki a NATO csúcs témái közül, és a védelmi kiadásokról beszélnék egy kicsit árnyaltabban.
De hogy egy picit bevonjuk a hallgatóságot is, rögtön három kérdésem lenne, és szeretném, hogy készfeltétellel egy gyors szavazást ejtsük meg. Szeretném, hogy tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy Magyarország katonai értelemben fenyegetéssel néz jelenleg szemben. Ki az, aki úgy gondolja, hogy növelni kellene a magyar védelmi kiadásokat? Akkor lehet, lesz egy negyedik kérdés, hogy miért. Köszönöm. A harmadik kérdés pedig az, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy tudja, hogy mennyi jelenleg a magyar védelmi költségvetés? Egy talán. Kettő, három. Igen, aki nálunk volt gyakornok, vagy hasonlóan nem lehet. Tehát a kérdések arra szeretem mondani rámutatni, hogy az alapvető probléma a védelmi kiadások mellett való érveléssel az az, hogy borzasztó tájékozatlanok az emberek. Nem azért, mert ez az ő hibájuk, hanem azért, mert nem kifejezetten vonják be őket a védelem politikai ügyekbe. A tájékozatlanság szintjén sem. Így viszont viszonylag nehéz érvelni akár a politikának, különösen a szakpolitikának a mellett, hogy több pénzt kéne fordítani a védelemre. Ez a kérdésnek az egyik oldala. A másik pedig, amiről Péter fog beszélni, hogyha egy társadalom nem érzékel fenyegetettséget katonai értelemben, akkor nagy szemekkel fog nézni a politikusokra, hogy miért akartok többet költeni a védelmi kiadásokra. De alapvetően azt szoktuk mondani a kollégákkal, hogy amikor védelmi kiadásokról beszélünk, akkor a társadalmi alrendszerekben kell gondolkozni, és egymással versengő társadalmi alrendszerekre kell gondolni. Mit szeretne a magyar társadalom? Egészségügyre fordítsunk többet, oktatásra, szociális kiadásokra vagy honvédelemre. Minden társadalom így működik, nem csak a magyar, és mivel Európa egy döntően előregedő társadalom, döntően egy posztmodern társadalom, ami nem feltétlenül érzékel közvetlen katonai fenyegetést, ezért általában azok az alrendszerek élveznek előnyt a társadalmi erőforrások elosztásában, amelyek mondjuk így, hogy a szociális irányba húznak, és nem a védelem irányba. Az egész addig nem változik meg, amíg valamilyen helyzet nem áll elő, ami katonai jellegű problémát okoz, amik ezek a válságok nem kerülnek közel Európához. Az ukrán válság ilyen szempontból lehet, hogy egy kivételt jelentett, és mondhatjuk azt, hogy az ukrán válság Európa számára, azt nem mondom, hogy jól jött, de a védelmi szféra számára mondjuk úgy, hogy egy elég jó ösztönzőerőként jelent meg. Miért van szükség erre a plusz ösztönzésre? És akkor itt érnék át az előadás részének a tartalmi részére. Ha azokat az általános európai trendeket vizsgáljuk meg, amit az elmúlt mondjuk 10 évben lehet látni, akkor nem túlzott a rózsás a kép. Nem szeretek egy-egy olyan eseményt kiragadni, hogy most a NATO csúcson felajánlás történt, hogy majd növelni fogjuk, mert ezek mind jól hangzanak, politikailag jól látható üzenetek, viszont nem lehet igazán mérni semmihez. Mihez képest fogunk többet adni, milyen ütemezésben fogunk többet adni, mennyivel fogunk többet adni. Önmagában ez nem mond nekem semmit. Ha megnézzük az általános európai trendeket, és itt most a NATO tagállamokról beszélek, 28 NATO tagállamról, akkor csak a válság hatását, hogy tudjuk mérni a gazdasági válság hatását. 2008-ban az összes NATO tagállam átlagosan a GDP 1,8%-át fordította a védelemre. Pétertől elhangzott, hogy 2% lenne az a korábban informálisan, most már elég formálisan is elvárt arány, amit védelemre kéne fordítani. Ez a gazdasági válság éve volt. Azóta a helyzet mondjuk így, hogy nem javult túlzottan. 2010-ben, két évvel a válság után, ez a NATO átlag ez 1,6%-os szinten mozgott. 2013-ban, ez az utolsó év, amikor adatokkal rendelkezünk, 1,4%, 1,37 pontosabban, ahol ez állt. Tehát gazdasági válság hatása igencsak jól mérhető azon, hogy Európa államai, pontosabban a NATO egésze is mennyit hajlandó fordítani védelemre. Ennek az egyik része az, hogy kevesebb erőforrás van, és ebből például a szociális kiadásokat továbbra is nem kell tartani, és benne van az is, hogy nem érzékel sok olyan állam Európában a fenyegetést, akitől egyébként elvárnák azt, hogy növelje meg a védelmi kiadásait. Probléma az, hogy nem csak a kicsik csökkentenek, tehát lehet azzal érvelni, hogy mert a kelet-európai később csatlakozó tagállamok nem, vagy a közép-európai, akik később csatlakoztak, ők nem fordítanak eleget a védelemre. De azt lehet látni, hogy az elmúlt években, ez 2008 óta egyre jobban megjelenik, a nagyok sem igazán szeretnek védelemre fordítani. Ennek is megvannak a saját okaik, a gazdasági válság érintette a nagy európai államokat is, ahogy azt is tudjuk, hogy az Egyesült Államokat is nagyon súlyosan érintette, és próbál mindenki visszavenni a védelmi kiadásaiból. Korábban Nagy-Britannia volt az egyik olyan példa, akik kiemeltek mindig, hogy igen, Nagy-Britannia megbízható szövetséges, komoly szövetséges, a GDP 2,3-2,4%-át költi védelmi kiadásokra, és hogy ez mindenképpen egy követendő példa.
Most a csúcs találkozón ugyanúgy megvíteni is aláírta azt a transzatlanti nyilatkozatot, amiben szerepelt ez, hogy többet fogunk fordítani a kiadásokra. Ez azt hiszem szeptember 4-én történt, és szeptember 5-én megjelent az a hír a Védelmi Minisztériumtól, a Védelmi Minisztériumtól, hogy úgy néz ki, hogy jövőre 1,85-re fognak lemenni a GDP arányban, mert egyszerűen a folyamatban lévő brit védelmi reform azt követeli meg, hogy csökkentsék a kiadásokat. Tehát van egy politikai szándéknyilatkozat az egyik részről, ami nyilván egy nagyon üdvözlendő dolog, és vannak a realitások a másik részről. A kérdés az, hogy a nagy politika hogyan tudja elérni, hogy a kettő közelítsen egymáshoz, egészen pontosan a realitást próbálják a politikai szándékok felé átolni, és ténylegesen többet fordítsanak a kiadásokra. A briteknél 2015-től kb. 10 éven keresztül egy komplet haderőmodell váltás fog zajlani, aminek nagyon komoly részét képezi az, hogy leépítenek eszközöket, állományt, bázisokat zárnak be, és mindennek az a célja, hogy kevesebbet kelljen fordítani a védelemre. Ez a NATO számára egyébként nem egy túlzott a pozitív történet. Ez akkor jó, hogyha valamilyen formában a hatékonyságát tudják növelni ezeknek a fegyveres erőknek. Hogy másik példát mondjak, szintén nagyhatalom Franciaország esetében, a 7 éves védelmi kiadás előrejelzések szintén azt mutatják, hogy olyan 1,7%-ra megy le Franciaország. Ez megint nem teljesen esik egybe azzal, amit a csúcson vállaltak a tagállamok, hogy 2% felé indulnak el. Természetesen 10 éves távlatban lehet, tehát ha belemegyünk 2-3-4 év után, és azt látjuk, hogy még mindig 1,4-en állunk, még mindig mondhatjuk azt politikailag, hogy de a következő 6 évet ezt nagyon meg fogjuk nyomni, akkor majd elérjük a 2%-ot, de én ezért időnként bizonytalan vagyok. A harmadik nagyhatalom Németország. Ebben a társaságban egyébként egy pozitív példa, a németek ugyan nem emelték a védelmi kiadásaikat, de a gazdasági válság ellenére is megtartották azon az 1,4%-os szinten, ami korábban is volt. A német gazdaság nagyságából eredően, vagy súlyából eredően ez az 1,4% abszolút értékben egy jó érték. Tehát azt lehet mondani, hogy ők legalább komolyan veszik ezt a szándékot, de arra természetesen politikai nyilatkozatot nem lehet hallani, hogy a német védelmi kiadásokat is el akarnák tolni 2% felé. Ha arra gondolunk, és akkor kicsit elkalandozok a védelmi kiadásoktól, és érintőlegesen, hogy például a német védelempolitika miért olyan visszafogott az ukrán válság kapcsán, és a gazdasághoz van közel a témának. Az idei az első olyan év 1991 óta, amikor a német központi állami költségvetés pozitívumban van. Végre eljutott oda a német gazdaságpolitika, hogy sikerült csökkenteni az államadósságot, pozitívban van a központi költségvetés. Nem biztos az, hogy ezeket az extra hasznokat nevezzük így, egyből a védelembe fogják visszafordatni, és különösen óvatosak azzal, hogy olyan konfliktusokba kerüljenek bele, olyan válságkezelésbe kerüljenek bele, amik negatívan érintik ezt a most éppen jól felpörgetett német gazdaságot. De a németek egyébként is közismertek arra, hogy visszafogottak a válságkezelési hajlandóságuk tekintetében. Ők voltak a nagyok, néhány szót a kisebbekről, voltak nagyon extrém, szélsőséges, negatív példák sajnos az elmúlt években. Ezek mind gazdasági döntések, tehát nem vádolni vagy hibáztatni szeretnék egy tagállamot sem. Egyébként Magyarország is ebben a csoportban van. Voltak olyan tagállamok, a baltiak esetében, Bulgáriát lehet még itt nevesíteni, ahol 20-30%-os védelmi kiadás csökkentés volt 2009-10-ben, tehát tényleg drasztikus vágások voltak. Ez ne csak pénzben jelent meg nyilvánvalóan, hanem katonai képességek szempontjából, vagy a katonai állomány szempontjából is. Onnan próbálnak most ezek a kisebb államok, illetve például az ukránás válság által jobban érintett, vagy mélyebben érintett államok egy kicsit visszafele mozdulni. Ha azt mondom, hogy baltiak 1,1% mondjuk, vagy 1% körül érték, akkor innen kell visszamenni a 2% felé. Az ő esetükben azért sokkal komolyabban vehető politikai szándéknyilatkozatokat láttunk, hallottunk itt az elmúlt hónapokban, és az ő esetükben nem az ISIS-nek a fenyegetése az, ami megjelenik motivációként, hanem elsősorban ugye az ukrán válság. A pozitív példát is mondjak, mert azért az is van. Egyrészt van 3-4 olyan ország, aki megtartotta a korábbi védelmi kiadásainak a szintjét, az más kérdés, hogy miért. Ugye a török dúó továbbra is 2% fölött tartja a védelmi kiadásait. A görögök akkor is ott tartották, amikor a legdurvább gazdasági válság időszakot élték meg. Ennek megvan ugye a saját logikája. Törökország is saját logika mentén tartja magasan a védelmi kiadásait, és hát korábban ide tartozott, vagy jelenleg még ide tartozik Nagy-Britannia is, és természetesen az Egyesült Államok. Európában pozitív példa Dánia, a NATO tagállamok közül, illetve hát a skandináv országok
bár nem NATO tagállam, de ugye Svédország, Finnország mostanában mozgolódik a védelem terén, és ők is megtartották a védelmi kérdéseiket egy viszonylag magas szinten. Mindenkinek azt beszéltük meg, hogy én a társadalmi hátteréről fogok ennek az egész történetnek beszélni. Két kiváló biztonságpolitikai szakértőt hallottunk, akik megpróbálták a biztonság objektív dolgait elmondani. De rögtön jelezném, hogy van egy objektív biztonság, és van egy szubjektív biztonság. Az objektív biztonság alapvetően az, ami a tényeken alapul, ami gyakorlatilag a helyzet leíráson alapul, és ami leginkább, még tegyük hozzá, a képességeken is alapul, tehát az, hogy milyen képességekkel rendelkezünk, mert hiába gondolunk mi bármit, ha nincsenek ahhoz képességeink, az komoly probléma. Van azonban egy szubjektív biztonság, vagy egy szubjektív biztonságfogalom, ez pedig a percepció, hogy egy adott társadalom, egy adott társadalmi réteg, egy adott politikai elit hogyan gondolkodik, mit gondol a biztonságról. Ezt döntő módon, amikor a társadalomról beszélünk, a média és a politikai közbeszéd, hát fogalmazunk úgy, hogy befolyásolja, és a média és a politikai közbeszéd nagyon sok mindent képes, hát fogalmazunk úgy, hogy átalakítani a mi gondolkodásunkat. Ezt azért tartom hangsúlyosnak, mert azt gondolom, hogy meghatározó szerepe van. Fogalmazunk úgy, hogy egyre inkább döntőbb szerepe van Európában és mind a nyugati világban a percepció. Az, hogy hogyan gondoljuk bizonyos, vagy hogyan gondolkodunk bizonyos konfliktusokról. Ráadásul a percepciót nem csak a média és a közbeszéd, hanem egy adott társadalom jellegzetessége is befolyásolja. Ha van egy posztmodern társadalom, az máshogy gondolkodik, mint ha van egy modern társadalom, vagy egy premodern társadalom. Márpedig Európában mondjuk premodern nincsen, de mondjuk azt, hogy vannak posztmodern társadalmak és vannak modern társadalmak. Nem csak a biztonságról, hanem a biztonság szavatolásáról is eltérően. Míg például Vlagyimir Putyin úgy gondolja, hogy a leglazább dolog azt csinálni, hogy hát háború idő Grúzia ellen, esetleg fegyverrel, hát fogalmazunk úgy, hogy avatkozunk be Ukrajnában. Az európai országok túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy egész egyszerűen ma már a fegyveres erő használatánál sokkal hatékonyabb dolgok vannak az érdekek érvényesítésére. Nyilvánvaló ez a képességektől is függ. Az Európai Unió részben nem rendelkezik, mint ahogy Tomi el szokta mondani, ugye olyan képességekkel, hogy ilyen regionális nagyhatalomként funkcionáljon, katonai képességekre gondolok, nem viselünk háborút. Nem tudunk háborút viselni. Vagy azért nem tudunk, mert nincsenek képességeink, de inkább azért nem tudunk, mert se képességünk, se közös politikai akaratunk nincs erre. És ennek megfelelően mi a biztonságnak más típusú szavatolása. 2008-ig az Európai Unió, vagy inkább azt mondom, Európa gyakorlatilag a diplomáciával, a pénzzel, a segélyekkel, a támogatással próbált környezetében valami fajta biztonságot teremteni, vagy előteremteni a biztonságot. És akkor vannak természetesen, amikor arról beszélek, hogy modern társadalom, akkor például nagyon különbözően néznek egy-egy konfliktusra azok a társadalmak, amelyek éppen nemzetet építenek. Majd fogok rá példát mondani, ha most megkérdezném azt, hogy ki gondolja úgy, hogy jogosan vitte el Vlagyimir Putyin mondjuk a Krímet, ami 1954-ben került mindössze, Oroszországhoz, akkor egész biztos, hát lehet, hogy most nem tennék föl a kezüket, de azért nagyon sokan gondolják úgy, hogy teljesen jogos. Mi az Isten keres ott a Krímnél egy ilyen, ahol orosz a nyelv, orosz az etnikum és orosz a nemzet. Tehát azt akarom jelezni, hogy rendkívül eltérőek lehet a gondolkodás. Ráadásul az Észak-Atlanti térség az egy hatalmas nagy térség, nagyon sok, nagy hatalommal, vagy nagyon sok országgal és állammal, és ezeknek az államoknak és az országoknak egészen más stratégiai érdeklődései vannak. Ugye itt Péter említette a szívás, tehát az én Péter voltam, egyébként ilyen ketten vagyunk Péterek, tehát amit
utalt erre a lengyelekre, azt én mondtam csak úgy, hogy ő másik Péter nem szokott ilyen durván beszélni. Egy finomabb úriember. Tehát azt akarom mondani, hogy rendkívül erkélyes. Péter említette ugye azt a problémát, hogy az Egyesült Államok elkezdett Ázsia felé tekinteni. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok a stratégiai érdekeinek az érvényesítését, vagy ennek fontosságát már nem Európában, nem a Közel-Kelet, hanem sokkal inkább Ázsiában. Ott van Nagy-Británia, ott van mondjuk Németország, teljesen eltérő biztonsági kérdezése. Ott vannak a déli államok, egy Olaszország, Spanyolország és mondjuk Görögország. És akkor rögtön mondom, hogy ha a NATO csúcsot nézzük, akkor teljesen úgy tűnt egyébként, legalábbis Newportban, hogy ami megszületett, hogy utoljára én nem emlékszem, hogy ekkora nagy egység volt gyakorlatilag. Kiálltunk valamennyire, és azt mondtuk, hogy hát már pedig oda kellett. Ha azonban megnézzük mondjuk a kommentárokat és a NATO csúcs utáni újságcikkeket Amerikában, megnézzük mondjuk Lengyelországban, és megnézzük mondjuk Olaszországban, mintha egészen más NATO csúcson lennénk. Az Amerikai Egyesült Államokban Ukrajnáról szinte alig esik szó, az iszlám államról inkább sokkal erőteljesebben. A lengyeleknél az iszlám államról szinte alig esik sor, viszont Ukrajnáról. És ez azért van, mert nyilvánvalóan mások percipiájú ezeknek az ügyeknek a fontossága. Az olaszok és a görögök és a spanyolok természetesen mind mondták, hogy nagyon fontos, de állatira föl voltak háborúkra, például az, hogy Líbia és az észak-afrikai térségről szinte szó sem esett. Miközben ott esik szemünkre által a szét Líbia. Tehát azt akarom mondani, hogy rendkívül különböző stratégiai érdekeink vannak, rendkívül különböző elképzeléseink, és ezek döntően meghatározzák, azt gondolom, nem csak a látáspontunkat, de tekintettel arra, hogy a túlnyomó többsége ezeknek az országoknak azért mégiscsak demokrácia, és sokkal könnyebben, hogy mondjam, sokkal jobban alkalmazkodnia kell a politikai vezetésnek az a társadalom elvárásaihoz, ezért alapvetően, hát fogalmazunk úgy, hogy a politikai elit szemléletét is. Van egy másik metszetelme. A világ napirendjén mindig különböző konfliktusok vagy biztonságpolitikai kihívások van. 2001, nem akarok visszamenni, hiszen a hidegháborút már nem is említem, 2001. szeptember 11-től azért, mert az Egyesült Államokat támadás érte, gyakorlatilag közel 7 éven keresztül minden egyes nyugat-európai országban a terrorizmus vált egy olyan, hát fogalmazunk úgy, hogy kulcsfontosságú fenyegetésé, amire mindenkinek válaszolnia kellett, és alapvetően nem foglalkoztunk a gazdasági biztonsággal, tulajdonképpen az energiabiztonsággal. Szumma-szummárom azt akarom mondani, hogy a terrorizmus uralta, a terrorizmus elleni harc uralta. Olyannyira az uralta, hogyha megnézzük például az Egyesült Államokban azt, hogy amikor megkérdezték az amerikaiakat, hogy hát mi a legfontosabb biztonsági kihívás, terrorizmus egész biztos, hogy az első 3 között volt. És ez teljesen független volt egyébként attól, hogy például az Egyesült Államok területén hány terrortámadást követnek el. Ezzel megint az, hogy a szubjektív percepció döntő fontosság. 2008 alapvetően változást hozott, egész pontosan a Lehman Brothers összeomlása, mert egész egyszerűen a világ számára, de a nyugati világ számára, az Egyesült Államok számára, Európa számára a pénzügyi és gazdasági világválság, vagy inkább azt mondanám, hogy pénzügyi és majd pedig a gazdasági világválságnak az első számú biztonságpolitikai prioritása. Itt ugye ráadásul Európát ez azért érte nagyon kellemetlenül, mert alapvetően hát egy ilyen szociális piacgazdaságban nőtt fel az utolsó generáció, ahol nagyon jó kis szociális ellátások voltak, ahol gyakorlatilag mondjuk az Európai Unió, tudom ez egy kicsit lekerekített, de az Európai Unió agrárpolitikája azért fizetett, hogy mondjam, gazdálkodóknak, hogy ne termeljenek. Tehát volt egy csomó olyan dolog, ami láthatóan, hát fogalmazunk úgy, hogy a jólétünket befolyásolta. A gazdaság
gazdasági világválság, minden, hogy mondjam, minden olyan hagyományos konfliktus féle sokör, amire oda lehetett volna. Ukrajnában én is többet fogok példálozni, azért félreértés ne esik, nem először csinálja azt, ugye, az orosz vezetés, ami Ukrajnába csinál, említettem már a 2008-as grúziai háborút, és érdekes volt, a 2008-as grúziai háborúnak, mintha nem is lett volna Európára semmifajta hatása. Ez két ok miatt volt, egyrészt úgy gondoltuk, hogy marha messze van, másrészt úgy gondoltuk, hogy természetesen majd lesz ilyen, lesz olyan, meg stb. De aztán jött a Lehman Brothers, és mindenféle, mint grúz, de ahogy is, nem a, hát az euró, a gazdasági visszaesés, a munkanélküliség, stb. Ez vált fontos. És ez azért nagyon fontos, mert az, hogy hogyan gondolkodik a világ, vagy Európa, vagy egy társadalom a biztonságáról, az döntő módon befolyásolja a politikai gondolkodást. Van ennek természetesen veszélye, félreértés ne essék, mert ugye én beszéltem az objektív és szubjektív biztonságról, ideális esetben ennek legalábbis nem szabadna nagyon-nagyon-nagyon távolra esni egymást. Az a legrosszabb. Tehát az a legrosszabb, ugye most azon küzdünk, hogy kérem szépen, emeljük már föl egy kicsit ugye a védelmi költségvetésünket, mert egyébként, ha bármi beütne, de így, ugye mindenki azt mondta, hogy nem érzi magát fenyegetve, pedig Vladimir Putin egyébként elmondta többször, hogy ő akár két hét alatt eljut Kijevbe, Vilnóba, Tallinnba, még Varsót is megemlítette. De ez ilyen, hogy mondjam, ó, ugyan már, stb. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan percik, mennyire vesszük komolyan ezt az egészet. Van egy, és mindezt, tehát ha mindezt összevetjük azzal, eltérő stratégiai érdekeink vannak, eltérő hozzáállásunk a biztonsághoz, nem csak a terrorizmus kapcsán. Hát ha belegondolnak abba, hogy mondjuk én mindig ezt a példát szoktam hozni, ez már nem teljesen igaz, de hogy Svájc 15%-nyi bevándorlóval is tök jól elműködik. Persze vannak ott, hogy Finnország, akit mi a Mikulás miatt nagyon szeretünk, 1,4%-os bevándorló mennek, vinnyog. Áll, de sokan vannak. Tehát eltérően percipiáljuk a különböző problémákat. És ez az eltérő percepció, ez gyakorlatilag nagyon sokszor mindenfajta ilyen, hát nagyon, hogy mondjam, határozott kiállás mellett is, ahogy ezt a Tomi szokta ilyen kultúrátra mondani, hogy a politikai elkötelezettség nem mindig párosul a későbbi gyakorlattal. Mert mindig valahol csorbát szemlek. Mindig felteszik azt a kérdést, hogy szeretnénk többet költeni az oktatásra, szeretnénk többet költeni a egészségügyre. És mindig azt mondjuk, szeretnék egyébként, nem költünk többet, félreértés ne essék. Tehát az oktatásra nem költünk többet, hát ha csak nem azt a 200 milliárdot gondoljuk, amit a Nemzeti Bank különböző egyébként. De alapvetően azt kell mondanom, hogy kérem szépen, ezek is inkább kommunikációs, tehát borzasztó nagy szerepe van a médiának és annak, hogy a politikai elit mit akar elérni. És azért lehet borzasztó nagy szerepe a médiának, mert alapvetően azt gondolom, hogy egész egyszerűen akkora információ mennyiség esik ránk, és annyira nem tudunk tájékozódni, hát amit a Tomi úgy mond, hogy rendkívül keveset tudunk a dolgokról. És ezért megpróbáljuk ezeket a konfliktusokat tulajdonképpen vagy leegyszerűsíteni, akár fölnagyítva, vagy csökkenteni. Egyetlen példát mondhatnám. Ugye, olvasva az elemzéseket az ember nem is tudja, hogy minek tekintse ezt az egész. Ennek az ukrán konfliktusnak minimum három olyan szintje van, amiről az elemzések szól. És amiben egyébként a közvélemény belekapaszkodik. A legnépszerűbb az, hogy ez gyakorlatilag nem is igazán konfliktus, ez egy érdekszféra harc. Két nagy hatalom között az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió egy érdekszféra. Egy másik elemzés, és ez a globális szint. Egy másik elemzés arról szól, teljes joggal egyébként, hogy ez tulajdonképpen azért való harc, hogy ki integrálja magához, vagy az ő saját csoportjába Ukrajnát. Egy harmadik lehetőség az gyakorlatilag arról szól, hogy kérem szépen, ez nem is érdekszféra harc, itt az oroszok teljesen jogosak, mivel teljesen nyitottak Európa felé, egy geopolitikai határt akarnak létrehozni. Ezt általában a moszkvai vezetés mindig úgy szokta csinálni, hogy hát hogy mondjam, olyan
kedvenceket ültet az adott ország kormányába, akik aztán az ő érdekeit figyelembe veszik, teljesítik. Ezt csinálták ugye 45 után az egész térséggel, és most ezt szeretnék megcsinálni Ukrajnával és Belorussziával, meg az összes többiek. És akkor még nem beszéltünk egy dologról, ami szintén rendkívül jelentősen befolyásolja a konfliktus megoldását, és nem csak a konfliktus megoldását, hanem a konfliktussal való egyik vagy másik oldali foglalkozás, hogy van egy ukrán szintje ennek a konfliktusnak. Az ukrán szintjét most nem akarom elmondani azt, hogy ott identitásválság van, hogy gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy oligarha harcok vannak, hogy a társadalom és a politikai elit között van egy óriási feszültség, hogy gyakorlatilag Kelet és Nyugat-Ukrajna között van egy feszültség, hanem leginkább az a kérdés például, hogy modernizálódni fog-e Ukrajna, vagy sem. Ez például szerintem a kulcs kérdése, és mindjárt elmagyarázom, hogy miért, mert miközben háborúzunk Ukrajnáért, vagy pontosabban harcolunk Ukrajnáért, azt még nekem senki az égvilágon nem mondta el, hogy kérem szépen, és ki fogja finanszírozni majd? Tehát ki fogja a háború után, ugye aki megszerzi, annak valamit kell kezdenie ezzel az országban. Ki fogja finanszírozni ezt az egész történetet? Mit ígérünk az ukránoknak akkor, amikor erről beszélünk? Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon keveset látunk, rendkívül erősen manipulálhatók vagyunk, és ezért azt gondolom, hogy borzasztó nagy a felelőssége egyrészt a politikai elitnek, természetesen, és borzasztó nagy a felelőssége egyébként hát azoknak a szakembereknek is, akik megszólalnak, legalábbis egy érzékeltesség ezeknek a dolgoknak a kapcsolatban. És befejezésül egyetlen dolgot szeretnék még jelezni, gyakorlatilag alapvetően azt, hogy a NATO csúcs kapcsán felmerült néhány olyan kérdés, amit azt gondolom, hogy nagyon gyorsan, hát hogy mondjam, meg kéne válaszolni. Az első például az, hogy milyen kép, tehát hogy azt a sok pénzt, amit majd megemelünk, azt mire fogjuk elkölteni. Mert ugye mindenki azt mondta, hogy ide jó lenne, de ha én megkérdezném, hogy és kezdjük csókolat, mire tetszene fordítani a magyar honvédségre szánt összeget, van valakinek ötlete? Igen, egyetlenek. Tehát azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy kevés pénz van, de az, hogy mit lehetne belőle csinálni, vagy mit lehetne vele csinálni, és ez minden országban ugyanúgy felmerül. Ezért aztán a politika maga is azt szokta mondani, hogy inkább beígérek nagyon sok mindent, aztán majd meglátom, hogy óvatosan lehet-e. Összességében azt akartam jelezni, hogy én szkeptikus vagyok a tekintetben egyrészt, hát hogy a NATO, pont fogalmazunk inkább azt, hogy Európa el fog-e jutni arra a szintre, vagy mondjuk inkább azt mondanám, hogy az európai NATO országok el fognak-e arra a szintre jutni, és ez a politikai, hogy mondjam, ez a fajta politikai elkötelezettség ez megmarad-e. És akkor ugyanis még egy dolgot nem említettem, hogyha például megnézzük Ukrajnát, akkor szögesen eltérő álláspontunk. Nem csak azt gondoljuk, hogy jogosan vitték el a Krimet, hanem azt is gondoljuk például, arról is nincs fogalmunk, hogy most a szankciópolitika az például hatékony. Egy dolgot látunk, vagy pontosabban egy dolgot mondan mindenki egyébként, hogy az adott politikai elitnek ez jó, vagy inkább az adott országnak jó, vagy az adott országnak rossz. Például ugye, amivel stresszelni lehet Európát, az alapvetően a gázcsap elzárása. Ki gondolja azt, hogy el tudná zárni a gázt Oroszországnak? Legyen szíves, tegye fel a kezét. Ki gondolja ezt? Igen? Teljesen jó? Természetesen még egy nagyon fontos dologra hozzák. És akkor mit csinálna? Tehát azt gondolom, hogy mi lenne a gázcsap elzárása után egy olyan országban, amely egyébként az olajból és a gázból szerzi be az összes, hogy mondjam, a
költségvetésének mondjuk a 70%-át. Köszönöm szépen, eljött el, igen, Kínába adja el. Kérem szépen, igen, csak ha megnézzük, hogy mivel viszi el oda, jelenleg csak a Tesco szatyor van. Tekintettel, hogy egyetlen darab, hangsúlyozom, egyetlen darab cső nincsen arra felé. Az, tehát hogy mondjam, ugyanígy egyébként félrejtés ne esik mindenki egyébként, tehát az újságokat megnézik, akkor ezzel találkozik. Majd Kínába eladja. Nem tudja eladni. Egész egyszerűen nem tudja eladni, mert nincs meg még az az infrastruktúra. A kínaiak még csak 15-be kezdik el majd, amit 18-ra szeretnének felépíteni. Tehát azt gondolom, hogy borzasztó erősen befolyásolható vagyunk, és azt gondolom, hogy rendkívül óvatosan kell bánnunk az információkkal. Természetesen azt szeretném, ha mindenki nagyon sok mindent elolvasna, de még a médiának, amikor a médiáról beszélek, akkor hozzá kell tennem, hogy még rossz, nem feltétlenül a tömegmédiára gondolok, hiszen a tömegmédia megteszi a hatását, de ma már egyre inkább a közösségi média lesz, ami leginkább befolyásolja a mi elképzelésünket. Tehát az, nem újságokat olvasunk, nem feltétlenül híradókat nézünk, hanem megnézzük azt, hogy a Facebookra ki milyen hírt tett fel. Nekem ez nagyon jó, mert ha fennlennék a Facebookon, akkor nagyon sok olyan nagy hívjából tennék fel, hogy hú, nagyon több pénz kell a magyar védelmi szektorra, és akkor úgy gondolnám, hogy ha erről sok hír lenne, akkor az a csoport, aki ezért tartozó, az elkötelezett lesz emellett. Tehát azt akarom összességében hangsúlyozni, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történik körülöttünk, mert ez a 21. század miközben globalizálódik, ugyanakkor rendkívül provinciálissá hajlandó tenni bennünket bizonyos értelemben. Köszönöm. És akkor szerintem adjunk egy kis teret a kérdéseknek. Szerintem egy jelentkezős módszer alapján van kérdés a téma kapcsán, akkor akár célzottan a beszélőkhöz, vagy a társasághoz lehet intézni a kérdéseket. Ha korábban van kérdés, akkor ezt kérem. Ott az első kérdés a sorokban. Igen. Szép napot! Rétfalvi Flóra vagyok, gondolom ezt így szokásra mutatkozunk. Volt hallgatója az egyetemnek, és jelenleg kommunikációs PR-ral foglalkozom, főleg itthon, Brüsszelben és Olaszországban. A kérdésem pedig igazság szerint az európai szintre vonatkozna, mert hogy azt érdekel, hogy urak mit gondolnak, hogy most a Fischer megválasztott főképviselő asszonynak, Mogherininek, hogy milyen kihívásai vannak ezzel kapcsolatban, és hogy olyan európai szinten akkor ő ezt hogyan tudná koordinálni, mert beszéltünk a nemzetköziről, beszéltünk az egyes államoknak az álláspontjáról, de kíváncsi vagyok, hogy ebben vajon európai szinten hol vagyunk és hova jutunk. Igen, elkezdeném én. Péter szerintem a főképviselő asszony mondjuk így személyéről gondol egy-két apróságot, amit velem már megosztott, és szerintem is szeretném megosztani, hogy miért őt választották arra a pozícióra, ahova. Én pedig arról mondanék két-három dolgot, hogy alapvetően mi mindig azt szoktuk szemlélni az európai szint esetében, mi mindig rendekben gondolkodunk, meg perspektívában gondolkodunk. Hát Európa globális értelemben egy relatív pozícióvesztést szenved el, szépen folyamatosan itt az évek és előrevetítve a következő évtizedek során. Tehát egyre kevesebb lehetősége lesz, ha ezt a globális rangsorban nézzük, hogy önálló, határozott és komoly eszközökkel rátámasztott európai külpolitikát folytasson. Nevezhetjük ezt Európai Uniós külpolitikának, de nevezhetjük úgy is, hogy az európai országok, elsősorban a nagyhatalmak esetében aktív globális szintű külpolitikának. Az nem is lehetne senki előtt, hogy az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája hogyan alakult ki, ugye onnan indultunk, hogy gazdasági óriás a politikai törpe és katonai féregnek fordítják, vagy hasonlónak. Nagyon komoly intézményeket alakított ki az EU 20 év alatt, ez nagyon jó a döntéshozatali mechanizmus, még a kicsit lassú is. Jó az, hogy mindenki részt vehet benne, mellé rakták a katonai tervezést, mellé rakták a katonai képességeket, mellé van rakva az Európai Unió harcsoport koncepciója, de soha az életben nem vetették még be ezeket a harcsoportokat semmilyen célra.
A libiai válság esetében eljutottunk oda, hogy megtervezték az EU for Libya műveletet, és aztán ott behúzták a kéziféket, hogy na láncem csak a círen, nem megyünk tovább, mert ez bizony... Tehát bemegyünk egy műveletnek, vagy bemegyünk egy válságnak a kezelésébe, de nem fogunk tudni kijönni. Tehát visszatérve a konkrét például a Libia esetében gondolom, hogy az EU egyébként jól tette. Na ez a kontextus ahhoz, hogy mennyire van Európának vagy az Európai Uniónak mozgás terén. Úgy gondolom, hogy túlzottan sok nincsen, borzasztóan körültekintően kell Európának viselkedni, amikor válságkezelésről van szó, mert bemenni könnyen be tud bárhova, mint ahogy a NATO is könnyebben be tud menni bárhova, kijönni mindig sokkal nehezebb. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben lesz a következő kül- és biztonságpolitikai főképviselő is, mert a politikai szándék európai egység szinten nincs megölötte, vagy sok esetben nincs megölötte. Az, hogy most az előző főképviselő személyével kapcsolatosan, hogy Catherine Ashton rosszul alszik az ukrán válság miatt, és az Európai Unió concerned az igazából túlzottan sokat nem nyom alatba. Tehát azok a politikai deklarációk az én véleményem szerint, amik akár az ukrán válság kapcsán elhangzottak vagy születtek, azok nemzetközi politika szintjén nagyon szépek, nagyon jók, csak nem hatékonyak. És szerintem ez meg fog maradni a következő évben is. Nem tudok válaszolni a kérdésre, de szkeptikus vagyok a teljesítményét illetően. És nem azért, mert azt gondolom, hogy ő nem elég tanult ehhez, vagy fogalmazunk úgy, hogy nem elég okos ehhez. Egy, azt gondolom, hogy nincs elég tapasztalata ebben a hatalmasnak katyvaszban, ami az európai külpolitikát, vagy inkább azt mondanám biztonságpolitikát ítéli, vagy illeti eligazodnia. Ugye amire utalt a Tomi, az alapvetően az, hogy szerintem picit véletlenül került ő alapvetően. Ugye ez a szín, tehát hogy mondjam, ez a poszt eredetileg még az ukrán válság legelején Radek Sikorskinak volt kiszemelve. Tehát pontosabban fogalmazunk úgy, hogy a lengyelek mindenféleképpen kaptak volna valami olyan posztot, ami dukál nekik, mert tényleg megfeszítik magukat egy csomó dologban, és úgy gondolják, hogy ráadásul azért könnyű a helyzet, mert ugye az ilyen posztokra, mint a főképviselő, mint a tanácsnak az elnöke, nem jó, legalábbis a tapasztalatok szerint, ha valamilyen nagy hatalom állít jelölte, mert amögött túlságosan nagy a nyomaték, tehát középhatalomból érdemes kitenni. De mivel Radek Sikorski elgaroppírozta magát gyakorlatilag az ukrán válság kapcsán, vagy fogalmazunk úgy, hogy úgy gondolta, tehát hogy mondjam, hogy összekülönbözött a németekkel személyesen szerintem Angela Merkellel, aki azt mondta, nem, ez a radikális és ez a tónus, vagy ez a megoldásról nem beszélünk radikális, de ez a radikális hang nem, ez nem jó, majd én kezembe veszem és majd megpróbáljuk a dolgot. Tehát azt gondolom, hogy ezért aztán ugye kérdés az volt, hogy akkor mi legyen, és így lett megválasztva Donald Tusk. Ugye? Be azt mondták, hogy a Tusk, hát, ha valakit, akkor legyen ő. És legyen ő az elnök, és így lépett be ugye Olaszország, és azt mondta, akkor viszont miénk ez a cucc. De összességében nem ezért vagyok szkeptikus. Folytassam azt, amit a Tomi elkezdett, nagyon röviden. Azt gondolom, hogy miközben intézményeket csinál az Európai Unió, ezek az intézmények abszolút nem hatékonyak. Két példát hadd mondjak. Az egy, és nem csak a NATO-jé sem elég hatékony. Tehát rögtön. Ugye tudjuk van, hogy mindenféle mediterrán dialógus. Én most nem fogom elsorolni azt, hogy miféle intézmények vannak, amit a mediterrániumban a 90-es évektől kiépítettünk. És addig nem jutottunk el, hogy azokon a találkozókon, ahol ezek a kedves mediterrán, pontosabban észak-afrikai vagy közel-keleti, tehát ennek a térségnek az ottani, meg a mieink leülnek, hogy megkérdezzük tőlük, hogy gyereket, mi a bánat folyik nálatok? Tehát olyan felkészületlenül ért bennünket az például az arab tavasz, hogy már rég Bouazizi haldoklott, valamikor december elejétől, de a francia külügyminiszter asszony még ott ropta a táncot, most nem tudom, hogy most éppen pont Bennalival, vagy pedig a vala környezetében. Pedig Franciaországnak egyébként állítólag a legjobb kapcsolatai van. Nézzük az ukrán válságot. Van az Európai Uniónak ugye egy ilyen keleti programja, partnerségi programja,
arra nem volt elégséges, hogy egyáltalán megnézzük, hogy mi a bánat folyik itt. Hogy, tehát, hogy mondjam, mindenki azt mondta, úristen, mit csinálnak ezek az oroszok. Tehát azt akarom mondani, hogy Európának nemhogy megoldási képességei nincsenek, azt gondolom, hogy elvesztette a tájékozódási képességét is. Ha a főképviselőasszony ezt a részét, az intézményeket megpróbálja legalább, fogalmazunk úgy, hogy információ szerzésre és tájékozódásra fölhasználni, akkor szerintem óriási dolgot csinál. Abban, hogy ez képes lesz-e, azt nem tudom, de tény, hogy szerintem alapvető gondjai vannak az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájának. Arról nem is beszélve, hogy természetesen, mint említettem, a puha hatalmi eszközök rendelkezésére álltak tulajdonképpen az Európai Uniónak egészen 2008-ig. Addig volt pénz. Volt pénz arra, hogy segélyezzünk, volt pénz arra, hogy megvásároljunk bizonyos eliteket, volt pénz arra, hogy bármi más csináljunk. 2008 óta nincs pénz. Nincs paripa, és nincs fegyver. Tehát most itt ülünk, és várunk arra, hogy változik ez a dolog, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon lassan fog változni, ha egyáltalán változik. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy egyetértve azzal, amit Péter és Tamás mondott, hogy nagyon érdekes mostanában egyre több újságcikk jelenik meg arról, hogy ki kit hív, és ki kivel koordinál, amikor különböző válságok vannak, és látszik, hogy azért Putinnak az egyes számú telefonhívó listáján Merkel szerepel, tehát én azt gondolom, hogy ez a jövőben sem fog változni, tehát és nem gondolom, hogy a főképviselő asszonynak a pozíciói fognak erősödni, sokkal inkább ezeket a bilaterális egyeztetéseket látom a jövőben. Annyiban viszont esetleg szerepe lehet, és ott kíváncsian várom, hogy hogyan fog ez megtörténni, hogy ugye amire nagyon fontos figyelnie Európának jelenleg az az egység fenntartása, és itt különösen a szankciókra gondolok, amivel kapcsolatban ugye Magyarország is több esetben már felemelte a szavát, de érdekes módon azért mindig elfogadjuk, vagy aláírjuk a szankciókat, tehát sok országnak szerintem az a véleménye, hogy a szankciók nekünk is nagyon fájnak, de az egység érdekében nem lépünk ki a sorból, és talán ezt a konszenzus építésben, a háttérmunkában tudnék némi szerepet elképzelni a főképviselőasszonynak. Itt volt közében a következő kérdés, hogy jól emlékszem. Mondom, hogy itt a beszélnek, és nem az öreg gyakorlát. Azt reméltem, hogy a felszíni barátok egész életet. Kis nem vette a szakma a közöltársakban. Úgy jól mondta, hogy nagy rész közöltársakban. Jelöltek vannak, esetleg nemzetközösek. És az okok és a miért sem. Ezek persze különböző dolgok. De az, hogy mi történik, mi az, amit a világ döntő része nem ért, és mi az, ami felé ettől majd lehet valamennyire is fordulni. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy a világválság nem fordul, nincs is. Meg lehet nézni az összes statisztikai adatot a világtermelés és az egyéb. Ugyanúgy átrendeződik a világ, mint az egyébként valami idején is átrendeződött. Roppant egyszerű a történet, amikor volt még három blokk a világban, az egyik a kapitalista, másik a szocialista, és ezek saját maguk fejlesztettek, termettek, mindent megcsináltak, amikor egyre mondja szerint, és volt egy harmadik blokk a nyersanyagra és a munkaerőre. És így békében megvolt az egész. Aztán, amikor föltalálták az enyhülést, akkor még különböző hasonló nagy parámányok jöttek, többek között a szolgáltató társadalom, az információs társadalom és hasonló magasságok. És utána kitalálta a művelt Európa, valamint Amerika, hogy mennyit szolgáltatunk, és ott keleten meg majd termelnek, és akkor majd a mi szolgáltatásunk él, ahol ott termítve. Ez egy gyönyörű gondolat volt, egészen addig, amikor már 8000 milliárd dollár államadósága összejött az Egyesült Államoknak Kína felé,
akkor ugye Obama barátunk a nem túl kedvelt külügyminiszter asszonynál helyküldte a Tucsonban szőnyegre, és kérje meg szépen Kínát, hogy ezt a pénzt ne dobja piacra, mert akkor az amerikai, lehet, ha ezért az állam kötvényeket nem összeadottam az amerikai gazdaság, mint annak egy gyomorban. Most ez a veszély a mai napon is nem fennáll. Tehát lehet itt erősködni, de vannak olyan gazdasági determinációk, amik egyszerűen nem lehet túlélni. Nem véletlen, hogy az Adenauer Erhard ilyen modell, amit még osztálykörönti idején is próbáltunk követni, az sajnos már nincs meg. Elfelejtettek termelni, elfelejtettek teljesíteni a munkában, és 25%-ig például a spanyol kérdezőket a munkanélküliség. Aztán valami okos kitalálta az alaptavaszt, mondom, sokan voltunk itt, akik akár Kairóba, Damaszkuszba, vagy Tunisba, Éjszaka és Nyugatosságban vannak az utcán. Most nem lehet leírni, ugye, hogy Finnország vagy Svejc, más mondatokat, mert feleségemnek a Dunokkal is a kérdőket tanult a finn nyelven, de egészen más néven. Van a termelés, de időnként mindig elérje a gondolság újra, hogy a hadiparnak szerepet kell kapni. Most, ha leesik a béketermelés, akkor valamilyen mással kell kezdetesíteni. Tavaly előtt mondta azt hiszem, hogy 4 millió termelő munkahelyet vissza tudja hozni, jelentősen. Amikor elmegy Clinton asszony Pekingbe, akkor az Egyesség arra szólt, hogy hozzá tudnak jutni a kínaiak mindenféle szellemi termékhez és termelő cégekhez foglalkozik. Most itt, hogyha nagyon sokáig megy ez a civilizáció, és valóban sikerül összehozni a keleti egységet, akkor Amerika számára, az Egyesült Államok számára olyan komoly veszélyt mutatkozhatnak ki, hogy az egészet, mint a lejtet el fogja nyomni. De hogy most ténylegesen mi van, hogy nem gondoltam, hogy hát lényegesen többet ismerő és több tényt ismerő embertől, hogy a közgazdászok értsék, hogy 20 év múlva körülbelül mi lesz, és az elmúlt 20 év hogyan tettem át a mai napon. Hogy erről van lehet a tekintettel arra, hogy Spanyolországban 25 vagy 30%-os a munkanélküliség, sok mindennek lehet nevezni, de azt gondolom, hogy ez leginkább válság. Tehát az, hogy válság van, az egész biztos. De többet mondok, válságot érzékelnek az európai országok, és azt gondolom, hogy és az európai társadalmak. Elszegényedést, munkanélküliséget, ez mind válság, tehát van válság. Az leeső dolog. A másik dolog, hogy amennyire én ismerem és amennyire én látom, azért 2028 lesz az első olyan pont, amikor a kínai GDP meghaladja majd az amerikai GDP-t. Ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos lépés lesz, de azért azt gondolom, hogy a termelékenység vagy a hatékonyság szempontjából nem lesz teljesen mindegy, hogy azt a GDP-t 1,4 milliárd ember termelje meg, vagy 380 millió. Tehát azt gondolom, hogy azért az erőviszonyokat a világon belül borzasztó nehéz megváltoztatni. Még a kínaiaknak is. Arra nem is beszélve természetesen, amit ön mond, hogy ne dobják piacra, stb. Hát azért, tehát azt gondolom, hogy az amerikai, illetve a kínai gazdaság van annyira összefonódva, hogy egész egyszerűen, ha Kína tönkre akarná tenni az Egyesült Államok, ő maga is belerokkanna. Tehát, hogy mondjam, miért kellene nekem, hogy mondjam, azt a bankot kirabolnom, aki nekem termel. A harmadik pedig az, hogy hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon sok mindentől függ valószínűleg az, hogy az erőviszony. Ugye azt szoktuk mondani, a demográfia az egyik,
a másik a gazdasági teljesítmény. De a gazdasági teljesítményben is van egy olyan tétel, például, hogy technológia. Ön említette, hogy minden technológiához hozzájut Kína. Azért hozzá kell tennem, hogy az, hogy minden technológiához hozzájut Kína, az nem jelenti azt, hogy, hogy mondjam, hogy Kínában a technológiai kultúra az az elkövetkező 20 évben meg fogja közelíteni mondjuk az európai, nyugat-európai társadalmak átlagos technológiai kultúrára. Az azt jelenti, az, hogy egy elit fog érteni a technológiához, és lesz egy, hogy hívják, az kétségtelen. És van még egy nagyon fontos dolog. Azt mondta ön, hogy ugye, hogy majd ott termelő. Én azt gondolom összességében, egyetértünk abban, hogy nagyon fontos, hogy egy-egy ország a munkamegosztásban milyen szerepet játszik. De mindig egy példát szoktam mondani, mi nagyon sok autót gyártunk. A mi export kibocsátásunk azt mutatja, összeszerelünk. De jó, hát ezt úgy szoktuk mondani. Azt mutatja, hogy mi valami hihetetlen nagy technológiai bravút hallunk végre, tehát amikor még itt volt a Nokia, akkor még nagyobb volt. És mindeközben, amikor megnézzük azt, mindjárt én is úgy gondolom, én is így szoktam mondani, hogy nem, mert abból a 20 ezer dollárból, amiben kerül az autó, mondjuk a, hát az anyag, meg a mi összeszerelési költségünk, az kb. 3500. Az autó nem azért, aki legyártja, hanem aki kigondolja. Tehát nem, azt, tehát aki kigondolja, azt a másik 16 ezeret, azt esi zsebre. Ezért én azt gondolom, hogy döntően fogalmazunk úgy, hogy az lenne az igazi cél, hogy mondjuk Európa, de különösen Kelet-Közép-Európa, ne a segéd és betanított munkát végezze, hanem a szakmunkát, a mérnöki munkát és a fejlesztési munkát. És ha mi találjunk ki mondjuk a BMW-t, mi találnánk ki mondjuk a Mercedes-t, mi találnánk ki mondjuk az Opelt vagy a Suzuki-t, és azt Japánban gyártanák, meg Németországban, akkor én több boldog lennék. Köszönöm. Igazából egy-két apróságot szeretnék csak hozzáfűzni. Lehet egyébként az úr arra gondolt, tehát nem azt kérdezi meg, hogy válság van-e, csak hogy maga a gazdas, tehát a világ nincsen válságban, egyes térségekben, európai szakaszon térség érezhető. Ugye amikor Európáról beszéltem, azt mondtam, hogy Európa relatív pozícióvesztését tapasztaljuk, és ez az, amit előre is jelzünk. Ennek lehet, hogy az okait nem szeretjük, de attól még a jelenség az megvan, és ezzel kalkulálunk mi is. Ugye kérdés az, hogy hogyan fogja kompenzálni Európa, vagy a klasszikus nyugat ezt a helyzetet. Hát ha nagyon történészkedni szeretnék, én nem vagyok történész, de ugye azt a párhuzamot szokták húzni, hogy a, és most lehet, hogy erős a kifejezés, a hanyatló birodalmak ugye az utolsó fázisban mielőtt szétulanának, még agresszívvel válnak, mert próbálják megtartani ezt a helyzetüket. Én nagyon remélem, hogy nem ebbe az irányba fog elmenni a történet, de nem, tehát nem tartanám magamat jó elemzőnek, ha én ezt jósolnám, hogy most lesz vagy nem lesz válság a katonai értelemben. Amit viszont látunk, hogy a gazdasági erőközpont áthelyeződések Kelet-Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába ez továbbra is zajlik, és ez általában azzal szokott együtt járni, hogy a politikai hatalom is áthelyeződik, és szépen fokozatosan ehhez katonai törekvések is szoktak párosulni. Bent az egyetemen mindig el szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy a Dél-Kelet és Dél-Ázsiai országok esetében nagyhatalmak, Kína-India esetében ugye már látjuk azt a törekvést 5-10 éve, hogy egy előkivetítő képességet szeretnének megteremteni. Ugye Kajzer tanárul hátul, még ő tanította meg nekem, mi az előkivetítő képesség. Gyakorlatban arra gondoljunk, hogy a repülőgép hordozókat építenek, hogy kijussanak a hazai partmenti tengerektől, mélyebb térségekbe, illetve el tudjanak menni a Földnek olyan térsége felé, ahol egyébként mondjuk Kína vagy India nincs jelen katonai erővel, és ott ezzel a kivetített hatalmi képességgel érvényesítsék az érdekeiket. Nyilván ez át fogja rendezni a globális hatalmi viszonyokat. Európa, én úgy gondolom, vagy abban bízom, hogy nem katonai erővel próbálja ezt majd ellensúlyozni, hanem, ahogy Péter is mondta, innovativitással, gazdasági eszközökkel észre. De ezt meglátjuk. Ami kifejezetten a katonai dolgokra vonatkozik, csak egy dolgot emelnék ki. 2012-t szoktam mindig emlegetni, mert 2012 nagyon érdekes év volt a számok tükrében. Ez volt az első olyan év, 1998 óta, amikor csökkentek a globális gazdasági kiadások. Ez
Függetlenül attól, hogy ez regionálisan minden bontásban van, de globálisan csökkentek ezek a kiadások, és ez egyértelműen a gazdasági válság hatása van. Nyilván azért, mert a legnagyobb kiadást biztosító Egyesült Államok is csökkentette a kiadásait. 2012 azért is érdekes év volt, mert az első olyan év volt, amikor a globális kiadásokban, és ezzel támasztom az előző állításomat, az Egyesült Államok kiadás részesedése 40% alá ment. Tehát korábban, a 12 előtt az Egyesült Államok 40%-ot meghaladó összeget tett ki az egész föld mindenféle védelmi kiadásaiból. És a harmadik, ez számunkra talán a legizgalmasabb, 12 volt az első olyan év, amikor Ázsia védelmi kiadásai meghaladták Európa összesített védelmi kiadásait. Tehát látható ez a trend, Európában csökkennek a kiadások, a katonai értelemben Ázsiában nőnek. De ez nem azt jelenti, hogy Ázsia Európa ellen fegyverkezik, és nem azt jelenti, hogy Európának semmiféle eszköze nincsen arra, hogy a globális, legyen ez vetélkedés, verseny, vagy adott esetben valamilyen konfliktus, az érdekeit tudja képviselni, hogy érvényesíteni. Akkor tennék hozzá egy ilyen, hát mondjuk így városi legendát, aminek nyilván semmi alapja nincsen. Szeptember 4-5-e csütörtök pénteken volt a NATO csúcs, péntek délután már benne volt a sajtóban, hogy ha minden jól megy, akkor ugye Magyarország is növeli a védelmi kiadásokat. Mi már úgy kommentáltuk, hogy 15-től volt tervezve, tehát 16-tól volt tervezve az, hogy 0,1%-kal növekszik a magyar védelmi költségvetés, ami mondjuk ilyen 30-40 milliárd forintot jelent. A városi legenda az, hogy hétfő reggel, mire a kollégák beértek a HMB, egy 400 milliárdos csomagot már összeírtak, hogy na erre kéne költeni ezt a 20-30-40 milliárdot, tehát hely van arra, hogy mire lehetne költeni. Először szülesse meg a döntés, hogy többet lehet költeni, hogy pontosan mennyit és mikortól lehet költeni, és aztán nyilván nekünk is számos ötletünk, hogy mire lehet még költeni. De a kollégának a felvetés az teljesen reális, és ez azt szeretném, tehát ez az utolsó és komoly gondolatom, hogy ezzel mi is tisztában vagyunk, illetve mi is szoktuk kuruzsolni miniszter úr felé, meg a benti kollégák felé is, és ezt ők is látják. Tehát a politikai döntéseknek ilyen értelemben is akkor van értelme, hogyha az ténylegesen a megvalósítás is követi, és hogyha ez a megvalósítás olyan, ami gazdasági alapokon nyugszik. Azért nem szeretném úgy befejezni, hogy ilyen cinikus megjegyzést tegyek. Fontos, nagyon fontosnak tartom egy teljesen más szempontból azt, hogy ilyen közös több nemzeti egységek még akkor is létezzenek, ha nem vetik be őket. És ennek nagyon egyszerű oka van visszatérve a saját témához. Azt gondolom, hogy ilyen gyakorlatok, ilyen állandó együttműködésben egy együttműködési, kooperációs kultúra alakulhat ki, és a kooperációs kultúra az első lépés ahhoz, hogy mondjuk fogalmazunk, hogy nem egész Európa, de egy-egy régiónak közös stratégiai kultúrája legyen. Hasonlóan gondolkodjunk a biztonság nagy dolgaitól. Ma, amiről én próbáltam beszélni, hogy abszolút különböző stratégiai kultúrák állnak szemben, vagy állnak egymás mellett a NATO-n belül. Még akkor is egyébként, amikor együtt hangzik az, hogy mintha együtt lennénk, de ennek egyetlen oka van, mert a nagyhatalmak igyekszenek, tehát ők már jobban összecsiszolódtak. Tehát azt akarom mondani, hogy a legfontosabb dolognak azt tartanám, ha közösen gondolkodnánk és közösen közelítenénk meg, és hasonlóan gondolkodnánk a biztonságban. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és a mai estét velünk töltötték. Köszönjük szépen, viszontlátásra!